A parkolóház átadásával befejeződött a Józsa András Oktatókórház közel 17 milliárd forintos több kórház projektje. Az elmúlt napokban a közvélemény és a sajtó is leginkább a kórházi parkolás árával foglalkozott. Egy új bejáratot is kialakítottak a Józsa András Oktatókórház új parkolóházához. Ennek megépítése megoldhatja a parkolási problémákat az intézménynél. Az 5050 négyzetméter alapterületű, kétszintes épületben 361 darab parkolóhely van, így már több mint 500 autó fér el az intézmény udvarán. A parkolóházban 200 darab, az udvaron pedig 65 darab dolgozói bérletet adtak ki, így a normál parkolóhelyek száma összesen 261 darab. Ezeket használhatják a kórházba érkező betegek és látogatóik. A parkolóház átadásával új parkolási szabályzat lépett érvénybe szeptember elejétől, ennek megfelelően pedig a díjtétel is két részre oszlik. Köszöntöm a stúdióban dr. Adorján Gusztávot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházok és egyetemi oktatókórház főigazgatóját, még mielőtt csípőből a Józsa András kórházat mondanám. Köszönjük. Ezt a szép hosszú új nevet kell, hogy mondjuk. Kezdjük azzal, hogy az utóbbi években hatalmasat változott a kórháznak a kinézete egyáltalán. Aki behajt, aki belép a kórház udvarára, egészen más képet lát, és kicsit össze is zavarodik, hogy akkor mit hol talál. De mi az, ami megépült itt az elmúlt néhány évben? Hát az, köszönöm a elismerő szavakat, remélem, hogy ez az akart lenni. Én azt gondolom, hogy a néhány évvel ezelőtti kép, ami fogadta a kórházba lévő belépőket, az a óriási építési terület, az most már azért egészen más képet mutat. Ugye többször elmondtuk, hogy az intézményünk életében ez a tömbkórház beruházás, ez a TIOP 227, hetes pályázati beruházás, ez egy hihetetlen arculatváltozást is hozott az intézmény számára, hiszen itt közel 17 milliárdos csak a Józsa András, tehát a nyíregyházi telephelyünkön fejeződött be. Tömbkórház három részből áll, ugye az onkológiai, onkohematológiai tömb, egy gasztroenterológiai belgyógyászati tömb, illetve gyermekgyógyászati tömb helikopter leszállóval, illetve a szorosan hozzá kapcsolódó sürgősségi, vonalatú sürgősségi osztályunkkal. Ez egy nagy projekt keretében valósult meg, és ennek az utolsó eleme volt ennek a bizonyos parkolóháznak az átadása, ugyanis ez még gondolatilag és építészetileg ez egy projekt keretébe kellett, hogy megvalósuljon. Itt voltak bizonyos forrás problémák már a maga parkolás indulásakor is, ugye akkor ott az áfa változás, a forintnak a gyengélkedése gyakorlatilag, és akkor ugye kormányzati támogatásból tudtuk újraindítani 2013-ban az építkezést, és ez 2015-ben be is fejeződött. Egymint egy 27 ezer négyzetméter új épületrész valósult meg, 15 ezer négyzetméter lett lebontva, és hát ennek a utolsó elem volt ez a bizonyos parkolóház. Nagy öröm az intézmény számára, mérföldkő, azt gondolom, mind az arculat minden szempontból. Mennyire tudja betölteni azokat a funkciókat, azokat a célokat, mennyire valósítja meg, amit annak idején kitűztek a tömbkórház megtervezésekor? Azt gondolom, hogy azt, hogy az ellátást lehetőleg centráljuk, tehát tömbösítés volt egy pavilonrendszerű időszak a egészségügyi intézmények életébe. Amikor hóban tolták a beteget, köszönöm, így van. Ugye ennek eklatás példa egyébként a nagyon szép helyen lévő Debreceni Nagyerdély Klinika, ami egy gyönyörű helyen van a Nagyerdő közepén, de hát, hogy pavilonrendszerben van még mind a mai napig. Ugye itt ez valósult meg gyakorlatilag a tömbkórházban, és a nemzetközi trend is gyakorlatilag, hogy azért egy helyre összecentrálva a betegutaknak az észszerűsítését tűzte célul ki, hát és egy magas színvonalú, magas szintű műszerezettség biztosításával, amit nálunk hála Istennek megvalósult, hisz nagyon modern onkológiai eszközparkunk áll rendelkezésre, MR-készülék, CT-készülék, gasztroenterológiai, és hát ugye egy helikopter leszálló is épül, hogy mellékesen még a gyerekosztály tetejére, ami az egész sürgősségi ellátást is tulajdonképpen át tudja alakítani az intézményükben. Ugyanez a kérdés a parkolóházzal, illetve az új parkolási renddel kapcsolatban. Mi a cél, és mi a funkcionalitás? Igen, én nagyon örülök neki, hogy ez szóba kerül, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt is elmondhatom. Én azt gondolom, hogy aki tudja azt, hogy a mi intézményünkben közel 2 millió
2,5 millió ember fordul még csak járóbetegként egy évbe, csak a Józsa András telephelyén. Azt gondolom, annak érzékelhetjük, hogy milyen hatalmas munkát kell elvégeznünk. Ehhez biztosítani azt a fajta infrastrukturális lehetőségeket, betegutaknak a biztosítását, amit az építkezések alatt is azért zajlott itt az élet a kórházban. Most egy nyugodalmasabb időszak van, úgyhogy kicsit csodálkoztam is, amikor jöttek ezek a hangok a parkolással kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy itt két része kell választani a dolgot. A célunk az, hogy a betegeink a parkolóházat vegyék igénybe. Kivéve természetesen a mozgáskorlátozottak, hisz nekik a parkolási lehetőség az ingyenesen biztosított az intézmény területén. A kórház udvaron, tehát két része kell választani, van a kórház udvari rész, és van a parkolóház. A parkolóházban ugyanúgy 400 forint egy óra végig, ha valaki ott bennmarad, mint korábban. Itt volt egy hatalmas nagy félreértés. Bizonyos, hát hogy mondjam, nem megfelelő híradások következtébe kialakult az a kép, hogy itt a parkolóházban is ugye emelkedik az árak. Igen, a kórház udvaron viszont bevezettünk egy olyan póddi bevezetését, amit arra szeretnénk ösztökélni a oda bejövőket, hogy minél hamarabb a dolgok elintézésével, ha lehet, akkor menjenek át a parkolóházba. Az első fél óra, ezt megint hangsúlyozom, mind a kórház területén, mind a parkolóházban ingyenes. Tehát ha valaki bejön, akkor egy fél órát már eltölthet ingyen, utána szépen átmegy a parkolóházot, megint kap egy fél órát ingyen, és gyakorlatilag ott attól kezdve már 400 forintot fizet óránként. Ha valaki bennmarad, akkor természetesen nekünk van egy olyan rendszerünk, ahol 400, 800, 1200 és emeledik a parkolási díj, póddíj. Ez kiverte a biztos, de én azt gondolom, ha valaki józanul végig gondolja ezt az egészet, akkor az ő hozzátartozó, ő rokonának a ellátásának a biztosítása miatt kell nekünk ezt egy kicsit, hogy úgy mondjam, ösztökélni odalátogatókat, hogy vegyék igénybe a parkolóházat. Mennyire tudja betölteni az igényeket a parkolóház magyarul? Hány férőhelyes a parkolóház, és hogyan vetették ezt össze a napi forgalommal? Igen, hát ugye ez, amikor elkészült a tervezet, akkor 361 férőhelyesre lett méretezve ez a parkolóház. Összesen az egész intézmény területén egyébként 550 dedikált parkoló van, ebből 50 mozgáskorlátozott, tehát az ő számukra mindig is van lehetőség a bejövetelre, ingyenes, és ott parkolhatnak. A többi pedig hát az 500 parkoló, ez oszlik meg gyakorlatilag 361 és a másik szép rész pedig a kórház udvaron. Nekünk biztosítanunk kell a dolgozók bejövetelét, biztosítanunk kell nagyon sok mindent, tehát egy teljesen új rend alakul, fog kialakulni, és gyakorlatilag most van az első kísérleti, egy hét után vagyunk még túl, a gyerekbetegségek megtörténtek, tájékoztatás megtesszük minden szinten, elnézést kérünk, ha valakinek kellemetlenséget okoztunk, de ezt be kell látni, hogyha valaki nagyon gondolja, akkor az ő érdeke, a családtag érdekébe kellettek ezeket a lépéseket meghozzuk. Ugye nyilvánvalóan a dolgozók számára biztosítani kell parkolóhelyet. Hányat foglal el a dolgozóknak a gépjárművei ebből a kapacitásból? Igen. Az, hogy kell biztosítani, vagy nem kell biztosítani, ez egy külön kérdés, ez nem biztos, hogy ez így való, ahogy ön mondja, hogy kell. Lehetséges. Ha lehet, akkor tudunk biztosítani. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő kollégák és kolléganőknek ingyenes a belépés a ügyeleti szolgálatuk alatt. A többi dolgozónak parkoló bérletet biztosítunk, természetesen limitált számba, hisz itt 3000 ember dolgozik a nyíregyházi telephelyünkön, az egész nagy SSBM kb. 5000 ember, tehát azért mondtam, hogy természetesen nem mindig egyszerre van ennyi emberben, tehát itt megvan egy egészséges forgás. Én azt gondolom, hogy korábbi években is néhány évvel, akár 10-15 évvel ezelőtt is mindig volt egy limitált számú behajtás lehetőség egy-egy osztálynak. Ezt mi odaadjuk az osztályvezetőknek, ők fogják kijelölni azokat a személyeket, akik számukra, hogy mondjam, biztosított a belépés, és a többieknek pedig, hát hogy mondjam, a lehetőség megvan napi egy vásárlására, parkolóház igénybevételére, úgyhogy ezt az ügyeleti szolgálatban a kollégáknak biztosította bejövetelük. Hogyan látja ezzel a parkolóházzal, illetve az új rendszerrel, tekintetbe véve a környező parkolási lehetőségeket is, amit a kórházon kívüli, megoldott-e? Én azt gondolom, nekem nem az én feladatom a kórházon kívüli parkolóknak a véleményezése, de én azt gondolom, hogy ez a kérdés nem fog megoldódni, ezt most is mondom. Tehát mindig is lesznek problémák. Most valamit tudtunk javítani, kulturáltabb körülmények közé tudjuk tenni a ott
parkoló gépkocsikat a parkolóházba. Egy kamerarendszerre biztosan ellenőrzött helyen tudja valaki tartani a gépkocsiját. A kórház körüli, hogy mi magyarok úgy vagyunk összerakva, hogy mindig keresünk az ingyenes és az olcsó lehető, vagyis a legolcsóbb lehetőséget. Elnézést, hogy így mondom, én is közéjük tartozom természetesen. Tehát mi ezt tudjuk most biztosítani, a város a maga részéről a parkolókkal megint ezt tudja, ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy dönt. A cél tehát az, hogy ne heteljenek ott az autók, hanem a ügyintézés, a betegellátás. Így van, én többször elmondtam, mi nem egy bevásárlóközpont vagyunk, hanem mi egy egészségügyi intézmény vagyunk. A bevásárlóközpont az a cél, hogy minél tovább ott legyen nálunk, az a cél, hogyha elintézte a dolgát, akkor menjen és hagyja a lehetőséget a következő beteg számára, aki bejön, hogy hozzátartozik a számára. Főigazgató úr, köszönjük, hogy beszállt. Köszönöm én is, hogy elmondhattam mindezeket.